Jó napot kívánok! Így köszönök mindenkinek! Akkor leszek boldog, ha látom, önök már jókedre derültek. Jövetelem okát elmondom most bőven, hiszen mennyegző vagyon itten készülőben. Itt áll mellettem ez a fiatalember, aki elvesztette az eszét. Próbáltam én lebeszélni, de hát elcsavarták a fejét. Azt mondta, van itt egy gyönyörű lányka, aki a nász éjszakát már epedve várja. Én csak mondom, te pedig ismétled, jó? Csak hogy hallja az asszony a hangunkat, hogy itt vagyunk. Na szóval. Álmodtam egy világot magamnak. Itt állok a kapu előtt. Ismétel, amit én mondok. Álmodtam egy világot magamnak. Álmodtam egy világot magamnak. Itt állok a kapui előtt. Itt állok a kapui előtt. Mutasd. Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Van hitem a magas falak előtt, yeah. Van hitem a... Van hitem a magas falak előtt. Yeah. 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 Nagyon jó. Csak én nem a cipőjét hoztam el, hanem egy bugyiját. Tehát most rém egyszerű lesz a történet. Én bemegyek, ha passzol rá bugyi, akkor biztos, hogy ő az. Találtam egy szüzet. Általam garantáltan az. Na, jó lesz? Fordulj meg, légy szíves. És... És én, mint vőfény titkon, abban reménykedhetek, hogy az ő lakzián is jó pénzért majd én vezényelem. Na, most gyere ide, légy szíves! Figyeljünk, háromra próbáljuk meg! Egy, kettő, három! Semmi! Próbálj meg még egyszer! Emeljük fel a szoknyát! Jó, halvár eset. Akkor a kezeket, valami tülekedést hadd lássunk szólni. Kezdődjék rá, a Pazi nagy lakzi. Kedves vendégsereg, kedves ifjúpár, eljött át a pillanat, melyet mindenki nagyon vár. Ki volt a leglassabb, légy szíves!